A klímaváltozás limitálja a széntüzelésű erőműveket, ami komoly kapacitás hiányt fog okozni Európában, fejtette ki Aszódi Attila. A magyar villamos energiarendszer kapacitás hiányos állapot felé megy, új erőművekre van szükség, melynek egy fontos szelete a Paks 2. Egy tanulmány szerint az atomenergia 10%-os részesedését meg kell tartani globálisan annak érdekében, hogy a 1,5 Celsius fokos felmelegedésnél is meg lehessen állítani a folyamatot. Különböző energiahordozók egyszerre kellenek a rendszerben ahhoz, hogy a rendszer maga működőképes maradjon minden körülmények között. Az alapengedélyek közül a rendelkezésre áll a telephelyengedély, a környezetvédelmi engedély, a következő nagyon fontos feladat a létesítési engedély megszerzése. A felvonulási területen megkezdődtek a munkálatok. Egyrésztről bizonyos ott lévő élőlényeknek, növényeknek, állatoknak a kimenekítése, átörökítése a jövő számára, másrésztről pedig ugye zajlik már egy transformátorállomás építése, rendelkezésre áll két épületnek az építési engedélye, ez is el fog indulni. A Dunát illetően Aszódi Attila hangsúlyozta, még a minimális vízhozamnál is kellő mennyiségű víz jön a hűtéshez, a vízhozam tekintetében nem volt probléma. A vízállás a szivattyúk telepítése miatt fontos kérdés. Az új blokkok esetében 2 méterrel lejjebb telepítik a berendezéseket, így alacsony vízálláskor is megoldott lesz a víz kivitele.